A nyíregyházi Sóstói Múzeum falu. Egy hely, ahol megállni látszik az idő. Nemrégiben öröm, nevetés és generációk bölcsessége töltötte be. Több ezer idős ember gyűlt itt össze. Ez az idősek világnapjának szívmelengető ünnepe volt. Képzelj el egy helyet, ahol a hagyományos magyar ételek illata terjeng. Képzeld el, ahogy a vidám zene betölti a levegőt. Ilyen volt a Sóstói Múzeum falu hangulata. A napot szeretett időseink tiszteletének és ünneplésének szentelték. Az atmoszféra vibrált, mindenhol mosolygós, beszélgető és emlékező embereket lehetett látni. Ez egy gyönyörű emlékeztető volt a közösség fontosságára. Kiemelte azt a mély tiszteletet, amelyet időseink iránt érzünk. A Sóstói Múzeum falu tökéletes hátteret biztosított a nap ünnepségeihez. Bájos, történelmi épületeivel olyan volt, mintha visszautaztunk volna az időben. A helyszín erőteljesen emlékeztetett arra a gazdag kulturális örökségre, amelyet időseink képviselnek. A színes népviseletbe öltözött hagyományos magyar néptáncosok elkápráztatták a közönséget. Előadásuk élénk tisztelgés volt az ország történelme és hagyományai előtt. A levegőt a vidám zene hangjai töltötték be. Hagyományos kézműves foglalkozásokat tartottak. Ügyes mesteremberek mutatták be tudásukat, megosztva ismereteiket a fiatalabb generációval. Ez a hagyományok tartós erejének és továbbadásának fontosságának bizonyítéka volt. A nap nem csak a szórakozásról szólt, a kapcsolatokról szólt. Arról, hogy összehozzuk a generációkat, hogy együtt ünnepeljék az életet, a történelmet és az időskor bölcsességét. A nap egyik legszebb dolga a résztvevők közötti barátság érzése volt. Régi barátok találkoztak újra, történeteket és nevetést osztottak meg egymással. Új barátságok születtek, bizonyítva, hogy soha nem késő kapcsolatba lépni másokkal. A nevetés visszhangzott a faluban, miközben a barátok felidézték életük eseményeit. Ifjúságuk történeteit osztották meg egymással, arcukat öröm ragyogta be. Ez arra emlékeztetett, hogy a barátság kötelékei csak erősebbek lesznek az idő múlásával. Az esemény lehetőséget kínált az időseknek a szocializálódásra, a magány leküzdésére és az összetartozás érzésére. Erőteljesen emlékeztetett arra, hogy a kor csak egy szám, és a kapcsolódás és a barátság iránti vágy soha nem múlik el. A nap a nevetés erejének, a közösség fontosságának és az emberi kapcsolatok örömének bizonyítéka volt. Egy szívvel, melegséggel és az emberi lélek kitartó erejével teli nap volt. Ötödik rész. Az idősek bajnokai. Az esemény nem jöhetett volna létre a nyíregyházi idősügyi tanács odaadása nélkül. Fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy javítsák az idősek életét a közösségben. Elismerésre méltó az elkötelezettségük, amellyel az idősek szükségleteiért küzdenek. Rendezvényeket szerveznek, támogató szolgáltatásokat nyújtanak, és azon dolgoznak, hogy az idősek hangja hallható legyen. A helyi önkormányzatot is elismerés illeti az esemény támogatásáért és az idősek számára élhetőbb közösség megteremtése iránti elkötelezettségéért. Szívmelengető látni egy ilyen erős partnerséget a helyi hatóságok és az idősek jólétéért elkötelezett szervezetek között. Erőfeszítéseik ragyogó példaként szolgálnak arra, hogyan tudunk mindannyian együttműködni egy befogadóbb és támogatóbb társadalom megteremtésében minden generáció számára. Hatodik rész, a tisztelet öröksége.
Az idősek világnapja több mint egy ünnepnap. Emlékeztető arra a fontos szerepre, amelyet az idősek töltenek be társadalmunkban. Ők a szüleink, nagyszüleink, mentorok és barátaink. Megérdemlik a tiszteletünket, a törődésünket és a rendíthetetlen támogatásunkat. A Sóstói Múzeumfaluban megrendezett esemény gyönyörű bizonyítéka volt ennek a tiszteletnek az örökségének. Ez a nap a múlt tiszteletéről, a jelen ünnepléséről és a jövőbe tekintésről szólt. Az időseknek segítő fiatal önkéntesek látványa, akiknek az arcát kedvesség és lelkesedés töltötte be, reménnyel töltött el. Megmutatta, hogy a generációk közötti harmónia szelleme él és virul. Mindannyiunknak meg kell tennünk a magunkét annak érdekében, hogy időseink megbecsülve, tisztelve és támogatva érezzék magukat. Annyi mindennel gazdagíthatják közösségeinket, és felelősségünk, hogy olyan világot teremtsünk, ahol továbbra is boldogulhatnak. Hetedik rész, a napi ünnepségeken túl. Az idősek világnapja csodálatos alkalom arra, hogy megünnepeljük időseinket, de a megbecsülésünk nem korlátozódhat csupán egyetlen napra. Fontos, hogy az év minden napján magunkkal vigyük ennek a napnak a szellemét. Számtalan módon kifejezhetjük tiszteletünket és megbecsülésünket időseink iránt. Töltsünk időt velük. Hallgassuk meg történeteiket, nyújtsunk segítőkezet, vagy egyszerűen csak fejezzük ki hálánkat jelenlétükért az életünkben. A kis kedvesség gesztusok óriási változást hozhatnak időseink életében. Tegyünk tudatos erőfeszítéseket a generációs szakadék áthidalására, és teremtsünk egy befogadóbb és együttérzőbb társadalmat mindenki számára. Ne feledjük, időseink értékes erőforrást jelentenek. Tudás, tapasztalat és bölcsesség birtokában vannak, amelyek számtalan módon gazdagíthatják életünket. Nyolcadik rész, a megosztott történelem ajándéka. A Sóstói Múzeumfaluban megosztott történetek nem csupán személyes történetek voltak, hanem szálak Nyíregyháza történelmének gazdag szőttesében. Minden történet, minden emlék egyedi szint adott a közösség kollektív történetéhez. Erőteljesen emlékeztetett arra, hogy a történelem nem csupán valami, amit könyvekben olvasunk, hanem valami, amit élünk, amit lélegzünk, ami mindannyiunkat összeköt. Miközben időseink történeteit hallgattuk, nem csupán passzív információbefogadók voltunk, hanem aktív résztvevők örökségük megőrzésében. Emlékeik őrzőivé váltunk, biztosítva, hogy történeteik továbbra is inspirálják és tanítsák a jövő generációit. A múlt, a jelen és a jövő ilyen összefonódása adja meg egy közösségnek a lelkét, az identitását, a folytonosság érzését. 9. rész. Egy szebb jövő együtt. Ahogy a nap a végéhez közeledett, nem tudtam elfojtani a remény és az optimizmus érzését. Az idősek világnapja a Sóstói Múzeum faluban átütő sikert aratott, tanúsítva a közösség, a tisztelet és az emberi szív kitartó erejének hatalmát. Ez a nap az időskor bölcsességét, a hagyományok szépségét és a generációk közötti harmónia fontosságát ünnepelte. Vigyük magunkkal a mai különleges nap tanulságait, ne csak ma, hanem minden nap. Törekedjünk arra, hogy olyan világot teremtsünk, ahol időseinket megbecsülik, tisztelik, és ahol lehetőségük van arra, hogy teljes életet éljenek. Együtt szebb jövőt építhetünk minden generáció.